Köszöntünk mindenkit, aki nézi ezt a streamet. Szerb Jánosra fogunk emlékezni. Ez az esemény a Zsidó Kultúra 2028 projekt keretében zajlik, ami a Marom Egyesület projektje. Hogy a célja az, hogy visszhangzok valahol. Mert nem, köszi. A célja ennek az, hogy 2028-a sokkal artikuláltabb legyen, hogy mi az a zsidó kultúra Magyarországon, vagy Budapesten, bármit is jelentsen ez, de artikuláltabb legyen, hogy ez mennyire reális célkitűzés, ezt nem tudom, de erre van ez a projekt, aminek most a sávuoti ünnep keretében, mint egy a tanulás micvája keretében, vagyis a Tikkun Olam világjavítás keretében van ez a beszélgetés, ami az event leírásban szerepel is, hogy a Szerb János miért érdekes ebből a szempontból, miért mondjuk én úgy ismertem meg, mint antiköltőt, és például amikor láttam, hogy a Klári hogy olvassa a verseit, akkor azt láttam, hogy egyáltalán nem, tehát a Klári, nem tudom, perspektívájából nem feltétlenül antiköltő, hanem olyan érvényes megállapításai vannak, amit így ezen keresztül én is már egy ilyen valódi költészetnek tartok. Ez csak egy példa volt. Be szeretném mutatni azt, hogy kikkel beszélgetünk, és aztán majd néhány verset is meghallgatunk először a Szerb Jánostól. Betlen János, aki az egyik régi barátja volt a Szerb Jancsinak, mármint, hogy én csak azért jancsizom, mert így hallottam róla mindig, aki egyébként, de hát nem kell őt bemutatni, de tévés, meg műfordító. Gian Togai is nagyon jó, vagy legjobb barátja volt a Szerb Jánosnak, ő filmrendező lett, meg kultúrdiplomata, és a Cserne Klári dramaturg felnőtt játékkal és gyerektáborokkal foglalkozik, egyfajta olyan színházi perspektívája van, amikor a színház meg a politika nem annyira válik külön, de ezt sokkal jobban el tudnám mondani. És a Simon Betti költő, a Strand című első kötete jelent meg 2 éve, amit szerintem az egyik legígéretesebb pályakezdés. Most mondjuk visszafogottan fogalmaztam, de magam részről, de ez csak az én véleményem. És a K. Horváth Zsolt azért hagytam utoljára, mert hogy ő nem mozgóképpen van jelen sajnos, mert a kamerája nem jó, viszont köztünk hát a legnagyobb szakértő, mert ő ezzel a korszakkal is foglalkozik tudományosan, amiben a Szerb János alkotott, úgyhogy valószínűleg azért egy csomó olyan megközelítést tud felvetni, ami elég sokat segít eligazodni. Mint hogy nem beszéltünk meg nagyon semmilyen menetrendet senkivel, azt gondolom, hogy ez így elég jó, hogy autonóman alakuljon a beszélgetés, hogy valamelyikötöknek van-e olyan hozzászólása már itt rögtön az elején, amit érdemes elmondani, és akkor utána meghallgatjuk a verseit. Nem hallom, John. Igen, akkor igen, tehát hogy hallottok engem, tehát rögtön hozzá szeretnék szólni, mert amikor bemutattál engem, akkor azt mondtad, hogy a legjobb barátja. Felszeretném hívni a figyelmet rögtön itt az elején arra, hogy a Jancsi egy nagyon barátkozó ember volt, tehát neki nagyon sok jó barátja volt, én jó barátjának tartom magam. Volt egy rövid, heves időszak, amikor nagyon-nagyon nagy barátságban voltunk, de a Jancsi kimondottan egy barátkozó természetű ember volt, legalábbis az én emlékezetemben, tehát és van is egy nagyon jó kis verse, csak nem emlékszem rá, nincs meg a verse, de az, hogy a hold kerek, valami ilyesmi, a hold kerek, és fütyüljetek már át a szomszédból, gyerekek. Volt egy ilyen rímje, ami négy soroska, az a cím. Négy soroska, ugye? Igen. Igen, tehát a barátkozásról csak ennyit. Uh-huh. Annyit szeretnék még elmondani a közönség számára, vagyis hogyha valaki, aki ezt nézi, és be akar csatlakozni úgy, hogy
hozzászóljon, vagy kérdezzen, vagy elmesélje, mert például mondta a Schönberger Ádám, aki a Maromnak, meg ennek az egész programnak az elnöke, hogy az ő feleségének, a Julinak az anyukája is nagyon jobba volt a Szerb János, és ez most derül ki, csak sajnos nem él már a Juli anyukája, úgyhogy nem tudja elmesélni, de hogyha bárki... A töki, tökiről van szó, ugye? Az anyukát, töki volt a beceneve. Hát, igen, a Gottfried Juliról van szó, ugye? Gottfried Juli. Igen. Szóval, aki be akar csatlakozni, annak kiírom az eventhez a kódot most mindjárt, a felolvasás alatt, és akkor, ha benne vagytok, akkor hallgassuk meg, mert hogy ja, még annyi, hogy a Györe Balázs nem tud itt lenni, neki is hát, nagyon súlyos technikai problémái adottak, és ezért most nem tud mégsem részt venni, de vele felvettünk a Klubrádióban egy korábban egy beszélgetést a Szerb Jánosról, az elérhető a belsőközlés.blog.hu-n, és abból a verseket, amit abba olvasott föl, azt most bejátszuk, így ő is jelen lesz, illetve hát ezek szerintem a legmarkánsabb versei, de majd mondjátok el, hogy szerintetek azok-e, meg hogy mit gondoltok arról, hogy ezeket ismerjük jelenleg a legjobban, vagy legalábbis én, meg ilyenek. Hogyha akkor kérlek Máté, aki, bocsánat, még azt nem is mondtam, mert ugye a Bredel Máté a technikus, aki segít ennek a streamelésében, és a Félix Anikó pedig a projekt koordinátor, aki meg a háttér munkákban segített, úgyhogy akkor kérlek Máté, hogy hallgassuk meg a verseket. Szerb János 1975. május 31-én. Minthogy nálunk a verseket azért írják, hogy kiadják, továbbá azért, hogy maga a költő, a társadalom ténylegesen költőként funkcionálhasson, és ennek vannak előnyei, s hátrányai pedig művészete javára válik, s minthogy én, ki a címet írtam, a remény leghalványabb pislogása nélkül kémlelem, hogy mi a franc lesz. Először szeretném ténylegessen-e költő funkcionalitást, lásd fent, azaz, ha majd megdöglök, vagy máshol élek, egyáltalán, ha majd történni fog velem akármi, hogy azután, hol mi itt ragadt jó barát, mondjuk az utókor, kiadná-e versemet, s te, s ez a te olyan konkrét, hogy bármelyiktek nevét tudom olvasó, éj akár 100 év múlva is, mint a zárójelben írtam, olvasóm, átéreznéd, hogy valamint elhelyeznél abba a lukba, ahol Arany, Petőfi, József Attila, stb. Üldögél, ó, ha 100 év múlva is lenne faszom, amit leszophatnátok. Egyetem tér, hajnali 4:30. Akik ma hajnalban együtt voltak, és egy ócska szarkis fiátra támaszkodva bámulták a napkeltét, és arra gondoltak, hogy a kikelet itt keleten is olyan, mint nyugaton, biztos nem számoltak az alkonyattal. Pedig aki e kettőt egybeveti, és felelőssége teljes tudatában kijelenti, hogy magát szimpatikus fiúnak tartja, bár Cara ezt is már rég kitalálta, azt tudja, miért utálom magam annyira. Emlékezés egy különös nyári éjszakáról. Valamelyik év, valamelyik tél, valamilyen lakás, valahova haza. El. Járkál csak gúzsba kötött. Úgy érzed, elfogyott a türelmed. Szalámit égen földön nem lesz, s a paprika darabja is 6 forint. Ó, légy elégedetlen. Mert ez így nagyon kevés. Többet szeretnél, s már a tandori is beállt magasztalónak. Lásd be, hogy megcsúfoltattál. Ó, te, forradalom gyermeke! Telefonálj a forradalomért, főleg a belvárosban, mert ott még nincs időszámláló gép. Járkál csak gúzsba kötött. Vár rád sok tiszta havas, a Mátra hatalmas csúcsai, vár rád a tenger, s Pozsonyban megérezheted, mi hatalmas ország vagyunk. Menj a könyvtárokba, menj a presszókba, menj lakásokra és klubokban, hirdesd az igazságod. E kötél még nem elég szoros, s igényei túlzottsága
önmagad fejletlenségéből fakad. Ó, népem, szeretlek, mint a kurva Isten. Szív. Halálod előtt, mikor utoljára lámpát gyújtottál, szív az eszmélet szétfolyt messzes aortádban. Szív. Elhagylak, hogy megdicsőülj. Szív. Fekete rózsaszirmok fedik csupasz tested. Csak el ne feledjem akkor a fényt keresni. Talán most hófötte csúcsok felé emelkedik. Köszi, Máté, a szignál nem kell már. Akkor most minden, most akkor folytatjuk a beszélgetést. És mindenki mutolja ki magát, mert én ezt csak javasolni tudom, nem tudom megtenni. És hát átadom a szót. Úgy kezdtük, hogy, hogy több emberről kiderült, hogy itt személyesen is kapcsolódik, személyesen ismerte Szerb Jánost, vagy valakit ismert, aki személyesen ismerte, de nem, talán nem vagyok egyedül, hogy én sehol senkitől nem hallottam, hanem véletlenül bukkantam Szerb Jánosra. Körülbelül egy évvel ezelőtt ismertem meg a verseit. A György Péter Faustus Afrikában akkor talán nem olyan régen megjelent kötetében szerepel egy vers teljes hosszában idézve, és nem emlékszem sajnos, hogy ez a verse az, vagy pedig az a másik, ami a kedvencem, ami a munkáról és a boldogságról szól, és persze most nem jut pont az eszembe a címe, de majd, ha lehet felolvasni még verset tőle, akkor szeretném ezt felolvasni, és addigra előkeresem. Itt van egyébként előttem, csak nem találom hirtelen. És akkor körülbelül egy éve azt az egy verset olvastam, ami egyébként úgy emlékszem, hogy ez volt. És akkor bukkantam a verses kötetére, ami 90-ben jelent meg, ha megszólalnék. És akkor a mol.hu-n kezdtem el először tájékozódni, miközben vártam, hogy a könyvtárból megszerezzem a könyvet, mert körülbelül talán csak könyvtárakban lehet hozzáférni. Illetve még megismerhettem volna a Weimark szerkesztésében a Klubrádió leadott műsorban, de nem onnan ismertem, de akkor ezt meghallgattam, és hogy szóval szerintem nagyon érdekes tud lenni, hogy aki ismeri Szerb János, mondjuk a közönségben is, azért valószínű, hogy ismerik, azért hallgatnak most minket, hogy ők milyen úton jutottak el ide, mert ami az egyik megkerülhetetlen témája lesz, gondolom, a beszélgetésnek, az az, hogy milyen szerepet nem tölt be ő a kánonban, illetve hogyan alakult az ő recepciója. És hogy ugye ez elég hiányos. Én se ismerem, vagy ismertem személyesen, nyilván életkorból adódóan se, és az én helyzetem annyival egyszerűbb, hogy nekem a márkát küldött, szerintem hónapokkal ezelőtt, vagy nem tudom, egy éve valamilyen Szerb János szöveget, és akkor így én azt gondoltam, na, erről beszélek, persze, hát persze, még jó. Hogy nekem nem volt ilyen, olyan érzésem, hogy radikális irodalomtörténeti változások, milyen furcsa költészet, szokatlan irodalmi pozíciók, nem inkább az, hogy így, abszolút tele van szerintem a magyar irodalomnak az 56 és rendszerváltás közötti része nagyon-nagyon alacsony nyilvánosságú olyan szerzőkkel, akik nagyon relevánsak, nagyon izgalmasak és nagyon könnyen érthetőek, csak a dolognak a keretezése meg a publikációja az nem úgy viselkedik.
Nekem személyesen ezzel egy hasonló sztori van a családomban. A Cserne László nevű nagybácsikámnak vannak ilyen nagyon szorványosan itt-ott megjelent szövegpublikációi, kicsit festett, kicsit tetovált, kicsit a Janis filmjeiben szerepelt, meg a Szilágyi Lenkének a fotóin, és azzal kapcsolatban is ugyanez, hogy nincs helye a kánonban, hogy így nem jött létre az a mező, vagy az ösvény se, ahol egyáltalán el lehetne jutni ezekhez a szerzőkhöz, hogy nincsen hivatkozás, ami ezekre a fajta szövegekre bármit is mondana. Az irodalmi mezőn belül se, vagy az irodalmon belül se, meg úgy egyáltalán a művészet történet, vagy a magyar underground művészek, nem tudom, szociológiája, vagy ilyesmi. Tehát ez meg már a Zsoltnak a területe kicsit, hogy ezt az egészet valamennyire ilyen hálózatkutatásszerűen lehet szerintem felfogni, hogy az emberek közötti viszonyok, ez, hogy kikinek a barátja, meg a rokona, meg a hozzátartozója, meg a volt lakótársa, ez tulajdonképpen jól föltérképezhető lenne, csak valamiért mégis ilyen hiányos. Én nagyon élveztem azt, amire tudtam figyelni, közben felhívott a Kozma Gyuri, és azt mondta, hogy ő nem akar bejelentkezni és elmondani, de van egy regény, amit ő írt, és ami a Szerb János a főszereplő, az a cím, hogy Ben Dixi, és hogyha nem akarom, akkor nem mondjam az ő nevét, csak a könyv címét. Szóval bocsánat, illetve sajnos ilyen feladatok hárulnak rám, de hogy a Klári olvasói pozíciója pont ezért érdekes nekem, amit ő is mondott, hogy tulajdonképpen azért a Szerb János érvényessége mutatkozik meg. Nem tudom, hogy Zsolt akarsz-e mondani valamit, vagy bárki más, szóval, hogy csak a Zsoltnak ugye nem látom a mozgásából, hogy mit szeretne. Itt vagyok. Jó, akkor én is elmondom, hogy találkoztam vele, tehát hogy én 72-ben születtem, tehát nagyjából azokban az években, amikor ezek a versek születtek, magyarul én sem ismertem személyesen, és valamikor a 2000-es évek legelején egy konferencián hallottam egyébként a nevét, György Péter tartott egy előadást, és abban csak így megemlítette, egy pár dolgot így mondott róla, de valójában az nem Szerb Jánosról szólt, de akkor rögtön, hogy is mondjam így, tehát én előtte egyáltalán nem hallottam róla, és akkor, mivel hogy már akkor elkezdett érdekelni, és azóta is nagyon érdekel, meg elég sokat foglalkoztam vele, ez a, amit én mondjuk egyszerűen csak úgy szoktam nevezni, hogy ez az elsüllyedt Budapest, tehát az a Budapest, ami valamikor itt a 80-as évek végén és a 90-es évek elején, de vagy itt a rendszerváltás környékén elsüllyedt, ami nyilván kapcsolódik ahhoz a politikai és gazdasági rendszerhez, amely létrehozott egy ilyen nagyon speciális, érdekes atmoszférát, és hogy rengeteg, tehát hogy amennyire mondjuk a Szerb János kapcsolódik ez az egész neoavangárd szénához, amennyire az édesanyján keresztül kapcsolódik ugye a két háború közötti társaságokhoz, tehát itt főleg az opposícióra gondolok, amely azért valamennyire most már szerintem az is ismert, majd erről még beszéltek, hogyha valakit érdekel, az konkrétan annyira nem kapcsolódik egyébként hozzá, csak hogy annak volt egy ilyen tulajdonképpen idézőjelbe tett folytatása, amit ugye a nagybátyja Bálint Endre a Törzs nevű ilyen képződmény, és egyébként amikor először olvastam ezt a Gestapest Petriorumot, ami a Mozgóvilágban jelent meg 89-ben, akkor rögtön az volt. Tehát azt tulajdonképpen azt gondolom, hogy így elsőre egy ilyen felfejthetetlen szöveg, hogy az valójában miről szól, hogy egyáltalán ezek a belső utalások, az a hihetetlen ironikus beszédmód, vagy az a pozíció, az ironikus pozíció, amit felvesz által, amikor az a verseiben is szerintem sokszor jellemző, de hogy azt nagyon, nem nagyon tudom elválasztani egyébként attól a közegtől, ami a részben az édesanyjához kapcsolódott, és ez a Törzshöz, akik ilyen különböző egyébként ehhez eléggé hasonló, ilyen műfajilag, retorikailag nagyon hasonló szövegeket produkáltak, amik ilyen mélyen ironikusak voltak, és nagyon szerették beletenni valamilyen
mondjuk így, hogy áltörténeti közegben, tehát ahogy a Pédictus Magister helyett ugye S.J. ennek a Gesta Petriorumnak ugye a történetírója, ami megírja tulajdonképpen egy... Na mindegy, szóval sem akarok ebben nagyon mélyen belemenni, csak én nagy így kezdtem el megismerni, és akkor itt valamikor a 2000-es évek elején beszereztem a kötetet, és akkor hát még mások is, szóval nem csak Szerv János, de ő is nagyon elkezdett érdekelni, meg azok a költők, tehát a Hajas Tibortól kezdve, hogy nagyon sokan költőként indultak, Haraszti Miklós például a korai versei, és hogy nagyjából én egy kicsit ilyen kontextuálisan kezdtem el nézni, tehát hogy költőként is érdekelt, illetve az a tulajdonképpen egy ilyen underground szerep, amit játszott, és amit bírált is a saját verseiben, tehát egyszerre részének lenni egy színának, és egyszerre kívülállni, ez nagyon sok versében előjön, talán az a telefonüzenet esznek az, ami a leginkább ezt a fajta ilyen insider-outsider, tehát hogy egyszerre bent vagyok és kint vagyok, ezeket a szerepeket leírja, és engem személy szerint ezek a költői szerep dilemmák is nagyon érdekeltek, hogy hogyan viszonyul a saját egyrészt a kortársaihoz, vagy az a szubkultúrához, amelyhez tartozott, és amelyhez néha meg nagyon azt látszik, vagy azt lehet kiolvasni a verseiből, vagy a prózáiból is akár, hogy nem szeretne hozzá tartozni. Szóval ez a fajta ilyen ambivalencia, és az a ilyen grenzgenger, tehát ilyen határjárás, hogy aztán egyszerre tibetológus lett, hogy ezzel elkezdett foglalkozni, aztán ugye elment Bécsbe, stb. Hogy tulajdonképpen ez a fajta ilyen határjáró, ilyen többértékű szerep, ez engem nagyon érdekelt. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt keltette fel annak idején az érdeklődésem. Nagyon köszi a hozzászólásodat, és mindjárt mesélj el a Jan meg a János is, hogy ők meg hogy ismerkedtek meg élőben annak idején a Szerb Jánossal. Én a tiédhez annyit fűznék hozzá, hogy felvetett bennem ilyen több dolgot, amit érdemes érinteni. Az egyik a Gesztáról majd beszéljünk, a másik pedig például ez a vers, amit említettél. Ez nagyon híres vers, de nekem ezzel az is a kérdésem, amit most majd később beszélünk meg, hogy ez mitől vers, vagy mitől érdekes egyáltalán ez, hogy azt írja a Szent Jobbinak, hogy az underground csejenfiúkat és sikerpalikat megtalálhatod, és akkor felsorol 8 helyet, hogy így beszól a barátainak, hogy ez mitől lesz egy ilyen érvényes alkotás, mert tényleg úgy tűnik kicsit, hogy az vagy magától, vagy azért, mert úgy használják. De mondjuk, ha bennem ugyanilyen, nem tudom, feszültségek és ilyen basztató szándékok vannak, mondjuk jó, hogy én használok ilyen szót, amikor pont majd magamat kell kivágnom a rádióba, de hogy attól még nem érzem úgy, hogy az érvényes lenne, ha ezt csinálom, ha ilyeneket beszólok, és az övénél meg mégis ezt érzem. És én is igazából úgy ismertem meg, hát kb. Véletlenül, hogy a Györe Balázsnál olvastam egy részletben a Besugós könyvéből, amiben ugye az összes korábbi könyveiből vannak részek összevágva, és akkor a Szerv Jancsiról szóló könyvéből rakta bele abba a könyvébe ezt a részletet, amit olvastam, ami egy Batthyány utcai házi buliról szólt, vagyis ami a Szerb Jánosnál volt, amikor nem volt ott az anyukája, és hogy csinált egy nagy bulit, és nagyon jól írta rá a Györe Balázs, hogy a macska az hogyan nyávogott, meg hogy vitt el, hogy ment el a Vámos Pandához, a későbbi pszichoanalitikushoz a Györe Balázs, de aztán mégsem maradt nála éjszakára, és visszament, és nagyon jól van leírva, és utána leírja a Szerb Jánosnak egy versét, ezt az egyetemtér hajnali fél ötöt, hogy a fiátra támaszkodva bámulták a napkeltét. Szóval annyira érzékletes volt, hogy egyértelműen így érdekelni kezdett, hogy akkor ez ki. És az emlékezés egy különös nyári szakára volt az első vers, amit itt találtam tőle a neten, ami nekem nagyon tetszett, mert nagyon megjelenítette azt, hogy én mondjuk ilyen 20 évesen éreztem magam. És nyilván mondanom is kell, hogy tök műveletlen voltam, és az Adinak a versét nem ismertem, pedig annak a fényében meg pláne nagyon revelatív. Szóval én most ezek után azt kérdezném, hogyha ti elmesélnétek Bethlen János, illetve Jan Togai, hogy most itt mindenki elmondta, hogy hogyan találkozott Szerb Jánossal, Szerb Jánosnak a műveivel, és ti hogyan találkoztatok, meg miről szólt leginkább az, ami köztetek volt.
Csán korábbról ismerte, úgyhogy beszéljen előbb. Csak némítsd ki magad előtte, részével. Ki voltam némítva? Nem, én rám szólt, szerintem. Nekem szólt a Márk, nekem szólt, hogy nyomítsam ki magam, mert látta, hogy... Hát nehéz ebben most így valóban így belevágni, mert most olyan sok mindent, kicsit inkább azt kutakodtam, hogy a Janinak mi jár a fejében az érdekes. Az, hogy amíg ti beszéltetek, azon gondolkoztam, hogy ő vajon mind gondolkodik most, hogy ti beszéltek. Mert ugyanazon, mint te. Igen, lehet. Hogy minden, amit mondtok, az természetesen azért nagyon izgalmas, mert ugye az ember ritkán élő halott, és most hirtelen élő halottnak éreztem magam, mert hogy egy olyan időszakról és egy olyan emberről beszéltek, amit valóban, hát nekem húsba vágó volt, tehát akkor éltem, úgy mondjam, ahhoz képest, hogy ti reflektáltok rá, mint hát mondjuk azoknak az indíciumoknak az alapján reflektáltok rá, tehát a versek alapján, meg mindenféle valós tudások alapján, de hogy olyan érdekes ezt megélni, hogy így jön létre például kultúrtörténet valamilyen módon, amikor az ember ugye részese volt valamilyen módon, és akkor látja, hogy akkor így párlódik át kultúrtörténetté, vagy valami, és akkor biztos egy saját életet is kap aztán, tehát egy valódi saját életet, autentikus életet, és ez a kettő hogyan kapcsolódik egymáshoz, és ezeken gondolkoztam meg, hogy láttam ugye azt a kis fiatot, meg azt a szubkultúrát, amiben én nagyon fiatal voltam. Tehát két, most megpróbálom nagyon röviden, és biztos nagyon sok hibát is fogok véteni, pláne, hogy többen talán hallgatják, akik a Jancsit ismerik, tehát, hogy biztos másképp élték meg minden, most tényleg a saját dolgomat próbálom röviden összefoglalni. Tehát az, hogy az a szubkultúra, amiben ez a pár pali, aki ott támaszkodik a fiaton, most álljon az összes helyet, nem olyan sok volt, ha 20-30-40 ember, én nem tudom megmondani mennyi. Tehát ebben a szubkultúrában találkoztunk mi a Jancsival, és mert ebben a szubkultúrában mozogtunk mind a ketten, és ennek a szubkultúrának voltunk mindketten benyáminjai. De én még benyáminabb voltam, mert ő 3 évvel idősebb nálam, de ő volt abszolút a legfiatalabb ebben a körben, és én meg voltam a még fiatal, tehát a csecsemő gyakorlatilag ebben a történetben. A legelején, most a 70-es évek elejéről beszélek. Tehát talán az első emlékem, és az, hogy egy valamit, hogy ne felejtsem el, és röviden akarom magamnál tartani így a szót, hogy azért hogy ez egy olyan időszak volt, egyébként egymásra rétegződő időszak, tehát voltak az 50-es, 60-as évek, 70-es évek, ugye a Jancsinak az nagyon aktív rész az a 70-es évek, egészen nem tudom meddig, 80-valányig, és hogy itt volt egyfajta ilyen, hogy mondjam, egy ilyen vérszerződés, vagy egy ilyen ki nem mondott eskütétel is, hogy nem részt venni. Tehát, hogy nem részese lenni annak a hivatalos világnak. Tehát az, hogy az ő versei azok ott maradtak a fiókban, annak bizonyára más oka is vannak, de ez is oka, hogy a légytilos az nem csak a Szent Jobbinak volt egy szlogenje, hanem a magatartás is volt. Tehát de mondjuk annak volt ugye itt-ott becsúrant az ember a rendszerbe, de nagyon kívül tartotta magát. Tehát én emlékszem, amikor Jancsinak először elvittem a verseimet, nem tudtam, hogy ír ő verseket. Elvittem, hogy megmutassam, hogy írok verseket, és akkor rám nézett, kiúzta a fiókját, és oda baszta elém azt a paksabétát, jelezvén, hogy ez magánügy, hogy az ember verseket ír. És hát ő sem nagyon, én sem publikáltam, emlékszem, hogy én akkor 78-ban először, amikor a Mozgóvilágban publikáltam, és akkor betiltották, meg mit tudom, leváltották, és onnantól kezdve én is befogtam a számot nagyon hosszú ideig. Ő meg gyakorlatilag a haláláig. Illetve azért ő publikált egy-két helyen, volt a Jelenlét című, a bölcsészkarnak volt egy ilyen lapja, a Jelenlét. Abban meg lehet találni egy-két olyan versét, ami nincs benne ebben a megszólalnikban. Tehát mi először talán, tehát ez egy
ez egy szubkultúra volt, azok az éttermek egyébként, amiről beszél, csak úgy emlékszem, mert hogy egészen gyerekként, én a Halászéknál voltam, a Halász Péterék társulatában, tehát ez volt az én szubkulturális belépőm. Hogy akkor én emlékszem, hogy így bolyongtam a belvárosban, és mindig csodálkoztam már ilyen gyerek, félgyerek fejjel is, hogy milyen fontosak ezek a helyszínek, ezek az apostolok, a Kárpátia, a Bajtárs, mondhatnék még egy párat, a Jancsi ezeket felsorolta. Tehát ez egy ilyen agóra volt, egy ilyen furcsa agóra, amiben az emberek itt találkoztak egymással, benéztél, hogy van-e valaki, akit ismersz. Volt egy kemény magja ennek, ez valóban lehet úgy mondani, ezt neoavangárdnak hívták, akik értettek hozzá. Mindenfajta, egy ilyen fajta mélyvízi életforma volt ez. És mi, ahogy a Géza írja, egyébként a Bereményi, mélyvízi életforma volt, új kultúrának tűnt pedig, de felszáradt, mint egy vodka folt, és eltűnt, mint a rock and roll music. Most csak ez az ő véleménye, de csak hogy ehhez hozzá. És mi először a Jancsónak az egyik forgatása. Mi a belvárosban én többször láttam őt ismerősökkel. Tehát lobogó hosszú haja volt, ilyen fiatal ember volt, a szemüveggel, a Szent Jóbi környékén, meg a Benelaci környékén. Csak mi először a Jancsó forgatáson ütköztünk ugye egymásba, nem tudom melyik, még kér a nép, vagy valamelyik forgató. Úgy nagyon jóban volt ott a kaszkadőrökkel, meg jó lovag volt, meg ő egy sportoló ember volt. És aztán már, amikor én jobban megismerkedtem, akkor már elhízott egy picit, már abba hagyta a sportolást. És mi nem tudom, valahogy egyszerűen az egyetemen keveredtünk egymáshoz, ő felettem járt, az egyetemen keveredtünk egymáshoz, mi tudtunk egymásról, egyébként az egy olyan közeg volt, hogy az ember tudott egymásról, de valahogy mégiscsak volt valami jegeces abban a közegben, hogy volt, hogy nem szólította meg a másikat az ember. Jól lehet tudta, hogy ki ő. Nem tudom, hogy ez most minden fiatalkorra jellemző, vagy pedig arra a fiatalkorra, de volt egyfajta ilyen nagyon, egyébként egy nagyon narcisztikus közeg volt. És a Jancsi ebből eléggé kilógott, mert ő egy nagyon szenvedélyes ember volt, és egyáltalán nem vette magát annyira komolyan, mint sokkal mások abban a közegben. Akik attól függetlenül még nagyon értelmes, tehetséges, nem tudom, milyen emberek voltak, de ő benne volt valami szenvedélyesen gyermeki, és talán ezért volt könnyű egymáshoz sodródnunk az egyetemen. Már nem tudom megmondani, ez hanyas évek, mint a 74, 75, 76, így valahogy ennek környékén 77. És akkor én elkezdtem feljárni hozzá. Minden este, volt egy idő, amikor minden estét együtt töltöttünk. Tehát, hogy felmentem a Jancsihoz, akkor lebattyogtunk ott a Moszkva térre, aztán elmentünk a ifjakba, akkor betöltöttünk. Volt, hogy előtte ittuk meg a Deci Unikumot, és aztán ott lementünk az ifjakba, és akkor hajnalig ott volt. Elég értelmetlen élet volt. Ezt így eléggé éreztük mi is. Tehát jó, persze csajoztunk, meg mit tudom én, ilyesmi, meg úgy megpróbáltuk úgy eltölteni az időt, de volt ebben az egész kádárkorban, volt valami nagyon tűnékeny, de olyan tűnékeny, hogy azt gondolta az ember, hogy állandóan tűnékeny. Tehát, hogy ez teljesen értelmetlenül és jelentés nélkül fog elmúlni velünk ez az idő. Tehát igen, ez volt az alapélménye, az volt, hogy jelentés nélkül fog eltűnni ez az idő. És még csak nem is akarunk részt venni abba a kontextusban, amiben esetleg jelentést kaphatna, mert az a jelentés az biztos, hogy nem az, amit mi aláírnánk. Tehát ez volt a személyes és a kicsit a történeti így egyszerre. Nagyon jó barátok voltunk, nem csak volt ilyen hármas, négyes társaság, meglepődnétek, hogyha neveket mondanám, nem fogom mondani. És aztán szintén egy nagyon személyes ügyből kifolyólag váltak el az útjaink. Tehát hogy a lehető legintimebb, hogy mondjam, veszekedés volt közöttünk, aminek ilyen
ő nagyon, nagyon hirtelen haragú is volt a maga módján, meg nagyon szélsőséges. Emlékszem, leöntött engem egy üveg pezsgővel az ifjakban. Nem is tudom, nem voltál te ott akkor, Jani, amikor leöntött engem egy üveg pezsgővel? Nem. Nem voltál? Nem, én ezt az egészet csak tőle hallottam később. Igen. Leöntött egy üveg. Szóval pedig mi együtt voltunk kint Franciaországban, meg sok ismerősömet ismerte, nagyon intim ismerőseimet ismerte, és aztán valahogy szétment ez az egész. Én ezt nagyon sajnáltam, mert én tényleg nagyon jó barátságban, jó volt barátságban lenni vele, mondjuk így mondanám ezt. És aztán annak ellenére, hogy egy nagy fasz volt, tehát most ezt kell hozzátennem, ez mint barát, hogy azért mindig jó emlékezetemben tartottam meg őt, és olyannyira, hogy mondjuk én csináltam, nem tudom, 5 évvel ezelőtt egy Facebook oldalt Szerb János néven, de aztán nem foglalkoztam vele, de ott van, tehát valamiféleképpen, hogyha valami volt, akkor mindig úgy szerettem volna egy picit úgy életben tartani őt, tudom, mert nem hiszem, hogy, tehát azt gondolom, hogy az, tehát, hogy az, hogy ő ennyi, igaziból ennyit akartam elmondani, aztán én néha fel-fel bukkan az emlékezetemben, és elgondolkodom rajta, tehát van, volt benne valami megfejtetetlen, de valóban ez nagyon érdekes egyébként ez, amit mondtál, ez a hálózatkutatás, ez a kikit ismert, stb. Ez érdekes lenne felgöngyölíteni, meglepő, hogy az a szubkultúra, meg nem csak szubkultúra, mert azért annak kapcsolatai voltak a hivatalos kultúrához is, de hogy kikit ismert, meg hogyan alakult annak idején Budapesten, valóban az a történet, ami úgy tűnik, hogy mint egy rozsdás villamosban valóban kezd el, hát elfelejtődni, meg elmerül annélkül, hogy jelentést nyert volna. Ezért nagyon érdekes, hogy most akkor ezek szerint mégiscsak van egy generáció, aki azt mondja, hogy akkor most jelentést fog adni ennek az időszaknak. Ez mindenféleképpen érdekes ezt így megélni. Ennyi. A szubkultúrának elég hamar vége volt. Emlékszem, 75-ben, ha jól emlékszem, elment Szent Jövő. Utána meghalt a Biki, Kajas Tibor. Szörnyű. Elmentek a halászék. Halászék, elmentek. Ennek elég hamar vége volt. Az Erdély Miklós Voldát, ez egy másik szubkultúra volt azért, nem olyan fiatal. Igen, rétegződött egymásra ez a dolog, igen. Ilyen amikor a Ajtony elment. Tehát mikor én megismertem a Jancsit, akkor írt verseket, csak nekem nem mutogatta, nem voltunk mi jóba, hanem csak úgy barátságosan köszöngettünk egymásnak az ifjakban. Tehát semmi különös. Nem nagyon beszélgettünk. Amikor jobba voltam vele, az már a 80-as évek eleje volt. És akkor ő már nem ír. Vagy legalább, és én nem is tudtam, hát se a Gesztáról nem tudtam, se ezekről a versekről, amik megjelentek. Akkor, amennyire én tudtam, ő akkor csak a tibetológiával foglalkozott. Arról beszélgettünk azért. Nem, mintha sokat értettem volna abból, amit mond, őszintén szóval. De másról nem tudok, és akkor ő azért eléggé rossz állapotban volt, sokat ivott, gyakorlatilag minden este. Akkor hát szóval sokszor kellett hazacipelni. Hát gyakorlatilag minden este olyan volt, hogy egyedül alig tudott volna hazamenni. Én a versével akkor találkoztam, érted, mikor meghalt, és a Klárin, ez az anyukája, akkor igen, rám parancsolta, nem kért, az Klári néni parancsolt. Ez így van. Azonnal Janikám, így... Janikám! Igen, olyan cigarettás hangja volt. Janikám! Hogy azonnal írjak egy előszót ehhez a Gesztához, amelyik meg fog jelenni a mozgó világban. Persze ez mikor volt 89, legvégén, amikor már nagyon nem volt érdekes ez a régi dolog, hogy a hát ugye ezek, akik a mozgót ma is csinálják, azok beültek a... Hát ugye ugyanazok nevezték ki őket végül, akik az előző szerkesztőséget, de mégiscsak beülni valakinek a helyére, akit azért raknak ki, mert igyekezett bátor lenni, az azért nem olyan jó. Tehát, hogy is mondjam, a mi köreinkben ez nagyon csúnya dolognak számít. Én soha nem írtam volna oda egy sort se, ha nem a Klári néni parancsol rá. De ott nem volt mese. Na és akkor is ismertem meg a Gesztát, nagyon érdekes volt nekem,
soha ki nem néztem volna a Jancsiból, hogy ez így tud írni. Én ezt nem tudtam. Én azt hittem, hogy egy elfuserált pali, aki boldogtalan azért, mert ő semmi izé, és akkor jön ezzel a tibetológiával, amiből nekem soha egy értelmes dolgot nem tudott elmondani, hogy ebben mi a jó. Érted? Komolyan mondom, vagyis, hogy értitek. És erre kiderül, hogy utána megjelent, hogy a Petri Gyuri szerkesztésében megjelentek a versek, akkor azt én már hozzájutottam én is. Hopp, azt a kutyafáját. Azért, ha tudtam volna, akkor lehet, hogy jobban érezte volna, hogy én például én, nem sokat számít, de az is valaki, akivel még valami, akivel ma hetente többször találkozik, hogy megbecsüli őt, mint alkotót. Érted? Ezt én nem tudtam neki nyújtani, mert ezt nem látom. Lehet, hogy ma is élne, hogyha én ezt tudom. De most ez hülyeség, de túl nagy jelentőséget tulajdonított magamnak, de neki volt egy ilyen problémája szerintem, hogy egy nagy súlyos identitás problémája volt, hogy nem tudta, hogy kicsoda, és nem érezte azt, hogy ő érne valamit. Na hát szóval, ezért tulajdonképpen én nem is tudom, hogy mit keresik itt, mert én csak holtában ismertem meg a verseit. Amikor mi jóban voltunk, akkor, vagy sokat találkoztunk, akkor én erről semmit. De ha már nálam a szó, én azért megkérdezem azt, hogy szerintetek mennyiben zsidó kultúra az, amit ő alkotott? Mert én ezt, ő biztos, hogy erre nem gondolt volna. Tőle megkérdezik. A tikkun a zsidó kultúra, ami hát az a zsidó kultúra, hogy most megvilágítjuk a Szerb János verseinek az érvényességét. Tehát én nem őt akartam nem címkézni. Uh-huh. Az egyébként, hát... Én azt sem tudom érted, hogy hány százalékban van zsidó, mert anyukája biztos, mert ő anyukája a zsidó iskolába járt, erről tudomásom volt akkor is. De hogy az apukája ki volt, na ezt például ki tudja, hogy ki volt az apukája? Nem, én úgy tudom, hogy ezt nem nagyon tud, tehát ő volt az, aki tudta, de ő is csak egyszer találkozott vele. Ennyit tudok erről én is. Képzeld, hogy nekem sem mondta. Annyit tudok, hogy találkozott vele, és valamilyen elég magas rangú pár ember volt. Katonatiszt, igen. Nem tudok semmit. Én is csak ennyit tudok. Látom magam előtt a Hattyú utcát, a Batthyány utcát, ott állunk a Jancsival, és akkor mesél az apjáról, erről a katonatisztről, téli alkonyatban. Semmi már, ennél többet nem tudok. A százalék, azért a származási százaléknál érdekesebb egy kicsit, hogy ő ha már felvetett ezt az összefüggést, hogy ő mit gondolt, hogy ő mennyire... gondolta magát zsidónak, mennyire érdekelte. Nem foglalkozott ezzel, a tudomásom szerint. Főleg, hogy ő, amikor ő már tényleg, egyébként ez a tibetológia is egyik pillanatról a másikra történt valamiféleképpen. Tehát egyszer csak annyi történt, hogy már nem jött annyira a Jancsi bulizni, hanem otthon maradt, mert fordította ezeket a füstpálcikák mélyében ezeket a tibeti szövegeket. És mindig néztem, hogy te mit csinálsz, mi ez, amit csinálsz. És akkor mindig csak úgy mondta, hogy hát nem érdekes, nem foglalkozzál vele, vagy nem tudom. És közben írta ezeket a furcsa írásjeleket, meg nem tudom micsoda. És egyre lehetett érezni, hogy ez egy élet, ez egy külön kapu, amit ő kinyitott magának, és ő ebben nagyon komolyan elkezdett mozogni, de annélkül, hogy ezt nagy dobra verte volna, tehát mondom, ellentétben azzal a közeggel, lehet, hogy azzal a közeggel, ahol valóban azért az, hogy az önreprezentáció az egy eléggé komoly része volt az embereknek, ebben a Jancsi mérhetetlenül diszkrét volt azzal kapcsolatosan, hogy ő mit is csinál, tehát vagy hogy ő mivel is foglalkozik. Hát ezeket a verseket se láttam én nagyon, nem is tudom, egy-kettőt azért elolvastam, meg hát volt egy-két ilyen provokatív verse, a legprovokatív versét az anyámnak adta oda. Az egy darab WC-papír volt, amin volt egy szarcsik, és azt mondta, hogy az anyámnak oda, azt mondja, hogy ez az én szarsz poetikám, mondta. És az anyám az így teljesen, hogy mit csinál ez az ember, ki ez az ember. Na mindegy.
Semmi, ez csak kicsit megvilágítottam Jancsinak egy oldalát. Igen, vagy ha így még be lehet a nem az életrajz felől pofázni, akkor szerintem ez persze. A miközben van a zsidó kultúrához ennek a fajta szövegnek, vagy életmódnak, vagy a kettő kombinációjának, akkor szerintem van egy olyan vonulat, ami biztos, hogy összefügg egy ilyen áttételes módon, és egyébként a halásznál, meg az erdénynél, meg egy csomó mindenkinél felmerülnek ezek az ilyen felszólító, instrukciószerű szövegek. És az, hogy ez mennyiben kifejezetten a zsidóságra vonatkozik, vagy mennyire úgy általában a spirituális gyakorlatok helyettesítése, hajasnak is rengeteg ilyen szövege van, hogy csináld ezt, csináld azt, azért, hogy aztán ez legyen veled. De hát a légytilos, a Szent Jobbinak ez az akciós cucca is valamilyen módon ide tartozik, hogy ezek tulajdonképpen ilyen rituálék, vagy álrituálék, vagy ezeken való viccelődés, hogy eredj a fürdőszobába, ragassz egy 6 mm átmérőjű fekete kör alakú papírlapot a fali tükrödre, állj a tükörtől olyan messze, hogy a kör két másodon az hozz nezelére, orgyökre essen, fixelj tekinteted a körön, közben ezt szuggereld magadnak, nem félek semmitől, nem félek semmitől. Ez nem mondanám, hogy egy hagyományos értelemben vett zsidóvallási gyakorlat, mert azzal lehet, hogy túloznék, de azt viszont bátran mondhatom, hogy mindannyian beljebb lennénk, hogyha a zsidóvallás gyakorlói ehhez hasonló viccekkel is foglalkoznának. Úgyhogy szerintem ez, mint ajánlat, abszolút megállja a helyét. Ez nem értek. Azt tudom, hogy a konceptuális művészetben gyakori. Jó válasz. Gyakori a felszólító mód, meg mit tudom én mi. De az biztos, hogy egy kicsit talán azért mégiscsak azt a közeget felelevenítsem, mármint ilyen érzékletesen, az nem kérdés, hogy a szerb Klári néni, a Bálint Endre, a halászék köre, a Tábor Ádám, akiről itt szó volt, hogy talán részt vesz ebben. Hát bizonyára hát tudatában voltak a zsidóságoknak, hát nem arról van szó, hogy számtalan, mit tudom én, jelen keresztül, vagy nem tudom én, keresztül ez ott perfektuálódott, de sőt, volt, ahol ez nagyon tudatos is volt. Én emlékszem, a Tábor Ádám ott a Péteréknél kimondottan ezt a vonalat képviselte, tehát hogy legyen itt a zsidóságnak valamilyen, már nem tudom, milyen spirituális megfogalmazódása, én mondom, nem értek hozzá, meg a Lajtainak a jelenlétében, de azt kell mondom, hogy inkább egy ilyen nyugatos, felvilágosult, pesti, polgári közeg volt ez, amit aztán lehet egyenlőséggel tenni a kettő közé, lehet, de ez volt az, amiben a Jancsi nagy részt nevelkedett. De ugyanakkor hát nem csak ebben, például ő, mondjuk, hogy ránézek, így visszaemlékszem rá, hogy nézett ő ki, ugye a 70-es évek vége felé, ő ugye derékigérő haja volt, vagy váligérő hosszú haja volt, akkor a nyakában mindig valami amulettek lógtak. Én meg nem tudom már mondani, milyen amulettek voltak, ez egy valaminek a foga volt, vagy nem tudom mi, vagy valami tibeti dolog volt-e, azt én nem tudom, tehát ilyen amulett volt rajta, egy ilyen fehér volt, egy ilyen fehér gyolcs inge, azt hordta mindig, nem tudom, emlékszel, hogy Jani, vagy akkoriban hordtam, és akkor farmer nadrág, és akkor ez a lobogó hajjal, a hihetetlen, és egy ilyen erős ember volt. Mondom, hát ő vízilabdázott, vagy mit csinált ő? Fázoltam. Tessék? Öttusázott, igen. Tehát ő öttusázott, egy állati sportos pali is volt. És valóban egyedi jelenség volt, nem kérdés. Ez valóban egy ilyen egyedi figura volt. Most ami a verseit illeti, hát azt lehet érezni, hogy őt az avantgárdra hajaz, hát meg is nevezi a cárát, meg ezeket a figurákat, tehát
mindenképpen abból merítkezik, meg reflektál magára. Nagyon művelt volt, hát most borzalmas könyvtárban élt ott az anyjával, hát az valami elképesztő mennyiségű könyv volt ott mindenfelé. És a cselédszobában lakott, egy kis szobában. Igen, bocsánat, beleszóltam valamiben, amiben talán nem kellett volna. Picit be, erről is érdekes, hogy érdemes lenne beszélni hát ezekről a terheiről, hogy már eleve, hogy tehát mondtad, hogy borzalmas könyvtárban, én is így képzelem, én is ilyenben öltem föl, nekem is borzalmas volt, tehát ez azért tényleg nem annyira egészséges, és főleg az, hogy közben neki egy nagyon kicsi helye van, még jó esetben van egyáltalán saját helye. De hogyha akartok, akkor arról, hogy meséljetek, hogy ti hogyan láttátok ezeket a terheit, azt, hogy úgy neve, hogy a Bálintára azt akarta, hogy ő kb. A Szerbantalnak legyen az örököse, meg ezeket, amik nekem például kicsit perverz dolgok, de amikor az anyámnak megpróbáltam elmagyarázni, hogy ez miért para, akkor ő meg kiborult, és elkezdte védeni a Bálint Klárát, hogy ami 44-ben volt vele, azután értsem meg, hogy ez a normális viselkedés, szóval ő meg abszolút az ő pozíciójába képzelte magát bele. De hogy erről, hogyha úgy értek, akkor nagyon kíváncsi lennék, viszont a Klári itt az előbb ezeket vagyis a verseit konceptualizálta, vagy azzal kapcsolatban mondott valamit, és most megkerestem azt a kettő verset, amit a Klárinak először átküldtem, és én azt szívesen felolvasnám, és megkérdezném a Klárit, hogy ezeket miért tartja egy nagyon érvényes közlésnek, mert nem véletlenül ezt küldtem neki át, és szerintem ez nagyon passzol. Az egyiknek az a cím, hogy Töredék. Ezt a verset akkor kell befejeznem, amikor Jánoskám, mit csinálsz, vagyis most, mert már kis családom hazaérkezett. És a másik gondűző. Ezt a verset, ha akarnátok, egy óráig írnám nektek, de minthogy el se hinnétek, el se olvasnátok, meg sem próbálom. Mi a jó ebben? Ez a kérdés? Miért érvényes? Miért, ez miért nem egy ilyen jó, hát ő most nem tud írni, béna, és ezt így vezeti le, hogy ilyen sorokat fölír, mitől van ebben mégis egy érvényes közlés? Azért, mert ilyen tök nagyon alapvető narratológiai kérdéseket tesz láthatóvá a szerző és az olvasó viszonylatában, és hát ez, hogy azt az időbeli eltolódást, hogy ő írja a verset, aztán te mondjuk most felolvasod, e között van egy különbség, és mégis valamilyen módon ez találkozik, ezt nagyon plasztikussá teszi, meg azt is, hogy ő neki van egy elképzelt olvasója, akivel bábozik, neked meg van egy elképzelt íród, akit megelevenítesz, és te belebábozol. Ezt az egész jelenségcsomagot egy ilyen nagyon konyha nyelven és nagyon háztartási módon tudja prezentálni, és ezáltal ilyen nagyon absztrakt irodalom elméletinek tűnő logikai viszonylatokat ilyen nagyon könnyen demonstrál ezekkel a dolgokkal, és szerintem ez tökre, vagy hát ez nagyon fontos érteni ezeknek a működését alapvetően is olvasóként a világban, de szerintem az internet olvasójaként végképp ezek olyan képességek, amik nélkül szarban van az ember, hogyha nem tudja megkülönböztetni a szerzőt attól az elképzelt szerzőtől, akit ő odaképzel, meg az olvasót attól az elképzelt olvasótól, akinek feltételezem, hogy írom majd a kis posztomat. Szóval ezek a mindennapi életben hasznos dolgokat tanítanak arról, hogy mennyi kényszerítő elem van egy kommunikációban, és mennyi szabadság van, és hogy ezekkel, és hogyan lehet
a kényszerek láthatóvá tevése által kis szabadságot nyerni mégis. Uh-huh. És ha megmondod, hogy aha, én tudom, hogy te most azt várod, hogy én azt írjam, hogy de nem csinálom, akkor ezzel már egy ilyen kis ürességet biztosítasz magadnak. Ezek a rövid versek, ezek semmit nem csinálnak ezzel az ürességgel, csak így ábrázolják. És nagyon ennyi. Izgalmas, és behoztad itt kétszer is igazából ez az elképzelt szerző, elképzelt olvasó, illetve tehát ugye a vers, ami az apropója a mai beszélgetésnek, a címnek az apropója, meg annak, hogy ma beszélgetünk, ez az 1975. május 31-én című verse, amit valószínűleg én úgy gondolom, hogy biztos aznap írt, hogyha ez a címe, és ugye ma pont május 31-e van, csak 45 évvel később, és ezért arra lennék kíváncsi egyrészt, hogyha János és Jen arról tudnátok valamit mondani, hogy vajon egyébként szombat volt, most megnéztem az a nap abban az évben, hogy vajon ő mit szólna ahhoz, hogy mi itt most róla beszélgetünk ebben a formában, majd egyébként egy másik kérdésem is lenne, hogy mit szólna ahhoz, hogy csak az majd egy másik valami lesz, nem akarom még elmondani, de hogyha előtte Betty, mert te már régen szóltál meg, illetve Zsolt, hogyha bármi, ami elhangzott ehhez, meg így a mikről most beszéltünk, meg a többiek beszéltek, van bármi hozzá szólásotok, akkor arra nagyon kíváncsiak lennénk szerintem. Mutold ki magad, Léci. Igen, megvan. Nekem még így az első körhöz visszakapcsolódva, hogy szóba került így a neoavangárd Szerb János kapcsán, és hát nehéz is nem hozzá kapcsolni, és lehet azért találkozni olyan tanulmányokkal, ahol ezt megteszik. Viszont, hogy nem csak ez a, amit a Klári említett az elején, hogy kimaradnak dolgok, és hogy ezt így fel lehet így fedezni, de hogy ehhez mennyire saját vagy szóval egy ilyen egyedülálló egy kicsit ez a rejtőzködő életmű, amit ő létrehozott, hogy ő nem véletlenül és nem hanem, hogy tudatosan maradt ki, amit közben itt elmondhatok ti is, hogy ő nem, és hogy amikor a verseit olvassuk, akkor ez is annyira benne van, hogy ő nem választotta azt, amit mondjuk választottak a társaságában is jelenlévő, és azóta legendákkal, vagy ilyen legendává is vált ilyen neoavangárd művészek, hanem hogy maradt a verseknél, a verseiben, és például a Program Szerda délelőtre című versében írja is azt, hogy nem kétséges, hogy a költészetből költészetet fogok csinálni. És ugye én azon szoktam gondolkozni, hogy ez a ilyen nagyon egyedülálló művészi pozíció, bármennyire is azért találkozhatunk a neoavangárd korszakból még ilyen rejtőzködő életművekkel, mondjuk a képzőművészetben a Fenyvesi Tóth Árpád, akinek tavaly vagy tavaly előtt jelent meg egy ilyen életmű katalógusa, de ő is egy ilyen az asztalfióknak dolgozott, hogy ez a pozíció, annak ellenére, hogy ahogy a Klári is mondta, hogy érvényesnek érzi az, aki felcsapja ezt a kötetet, vagy meghallgatja a klubrádióban, ahogy Györe Balázs felolvassa a verseit, hogy olyan nagyon furcsa viszonyba kerül az intézménnyel, amiben mi is itt most beszélgetünk, mert egy ilyen irodalmi beszélgetés irodalom közeli emberekkel, és hogy bármennyire is a szövegei érvényesek és életteljek, mégis az a pozíció, amit ő választ, és ezt különböző irodalomelméleti meg esztétikai kategóriánk mentén lehet tárgyalni, mégis egy nem jelenlévő és látszólag nem is folytatható ilyen akció. Az jutott eszembe erről, hogy idézted ezt a költészetből költészetet csinálni, és van egy másik verse, az Este 349,
amit én más szempontból problematizálnék, és akkor így ezt így egy csokorba, amit most mondtam, meg a két előző felvetésemet, ezt nagyon szeretném továbbpasszolni a Giannak, Jánosnak, illetve a Zsoltnak. Szóval hogy az van ebben a versében, hogy hát egy persze pingani kurva könnyű, mindenki kiválóan képes rá, ez még nem lenne újdonság, az újdonság az lenne, ha nem kéne versek helyett pingani, ha nem kéne fingás helyett pingani, ha nem kéne vers helyett verset írni, az újdonság az lenne, ha nem kéne költőnek lenni ahhoz, hogy valakit költőnek nevezzenek, ha nem kéne munkásnak lenni ahhoz, hogy valaki munkás legyen, ha nem kéne megharagudnom, hogy mérges legyek, ha nem kéne boldognak lennem ahhoz, hogy boldog legyek. Tehát én ezt most nem az ő rehabilitációja irányából problematizálnám, hanem ellenkezőleg szerintem ez egy olyan törekvés, ami olyan szinten absztrakt, tehát én ezzel tudok annyiban azonosulni, nekem is volt ilyen periódusom, amiben ez volt a vágyam, és a Nietzsche az nyilván az ilyeneknek nagyon örült. De hogy nem, tehát semennyire nem látom a, hogy mondjam, a véghez vihetőségét, miért lehetett ilyen törekvése Szerb Jánosnak, hogy az a célja, hogy valakit költőnek nevezzenek, aki nem költő, hogy úgy legyen boldog, hogy nem boldog. Nyilván fél a boldogságtól, akkor ez a vágya, mert én legalábbis én így voltam ezzel. De hogy mit fejezhet ki ez? Illetve amire még kíváncsi vagyok, a terhei, ami ezzel összefügg nyilván, tehát hogy hogyan látjátok a családi, vagy akármilyen, tehát hogy ha van ehhez bármi hozzá szólni valótok. Mondanék egy-két dolgot, mert el fogom felejteni. Most már sokat összegyűjtöttem magamban. Az egyik az, hogy amit a Klári mondott, az a vers, abban én, és elég sok mindenben, amit szó van, a közegnek a hiánya, az, ami a megszólalási közeg hiánya szól számomra. Tehát abban nincs az a közeg, amiben meg lehetne szólalni, és a Jancsi számára még az a közeg se volt közeg, megfelelő közeg, valamilyen akár szorongás, akár perfekcionizmus, akár, mert a perfekcionizmus is biztos, tehát az, hogy egy irodalmárnak egyfajta örököseként maradt ő ott kamasz abban a szobában, az, tehát, hogy még abban se szólalna meg, abban, ugye ez nem véletlenül választotta a Gyuri azt a címet, hogyha megszólalni, ugye. Ez, tehát, hogy itt a megszólalásnak a kérdése is, tehát, hogy milyen közeg, vagy egyáltalán létezik az a közeg, amiben meg lehet, vagy aminek meg érdemes szólalni. Tehát, amiben érdemes megmutatkozni, vagy ami nem tesz kiszolgáltatottá. Van ez a, hogy a kegyelmet ne én kérjem, vagy valami ilyesmi, volt egy ilyen verse, ez a ha volnék király, vagy császár, nem tudom micsoda, hogy a kegyelmet, az irgalmat ne én könyörögjem, vagy ami nem tudom, nem látom magam előtt a verseket, csak úgy emlékszem ezekre a dolgokra. Tehát ezt én nagyon fontosnak tartom abban az értelemben, és tehát ez egy kettős szűrő volt ez a közeg. Egyrészt nem vett részt abban az intézményesült irodalomban, amire te most utaltál itt. Bizonyára, ha azt mondanák a Jancsinak, hogy most akkor egy ilyen rádióbeszélgetésben fogsz részt venni, mert nem tudná elképzelni most ezeket a megváltozott körülményeket, amik nem csak technikaiak természetesen, akkor ő ezt bizonyára nem az volna az első vágya, hogy ez ebben ő valamiképpen részt vegyen, hiszen előtte sok mindennek meg kéne történjen, nevezetesen, hogy elolvassák a verseit. Azért az, hogy volt vágy benne rá, mert különben akkor nem adta volna le a jelenlétnek a verseit. Még egy kis adalékot szeretnék mondani, nem csak költőként fungált a Jancsi, volt neki egy-két ilyen, hogy hívják ezt, akciója, vagy happeningje, vagy performance, azt hiszem úgy hívják. Az egyikben megkért, hogy vegyek én is részt, tehát ketten voltunk abban a performance-ban, csak leírni tudom a performance, az annyi volt, hogy valami az ifjakban volt, ez valami a
színpadra felment, én nem tudom megmondani, hogy filmesztelenre vetkőzötte vagy sem, egy nagy lepedőt terített magára, és fel kellett olvasnom nekem, a tibeti halottas könyvből kellett felolvasnom, azt hiszem, de már nem emlékszem pontosan, azt mondom, és én megválaszthattam a saját jelmezemet, én a láthatatlan ember jelmezét vettem fel, tehát ez a betekertem magam gézzel és egy fekete szemüveggel, meg egy kalappal, én így olvastam fel a tibeti halottas, és a Jancsi pedig ilyen vakukat lobbantott a izé alatt, a lepedő alatt, hogy most ez fénykép lett-e belőle, vagy sem, azt én már nem tudom. Lényeg az, hogy most mindegy is, vagy nem mindegy. A lényeg az, hogy ő, tehát hogy volt benne erre drive, hogy kvázi egy közeget találjon, amiben ő megszólal. Valami miatt ez nem volt neki, vagy nem akart, hát nem tudom, talán nem volt olyan komolykodó, mert valahogy nagyon komolykodónak kellett lenni ahhoz, hogy ebben a szubkultúrában szóhoz jusson. Tehát nem csodálom, hogy ő ott megremegett, hogyha erre gondol. Tehát ami az anyukáját illeti, a Klári nénit, hát egy leírhatatlan erejű, hogy mondjam, Szibilla, tehát egy ilyen sorsokat fonó Szibilla a lakás mélyén, ahonnan néha kikiáltott, hogy Jancsi, gyere már, nem tudom, és ő, és volt egy ilyen furcsa, ilyen becézése, anyukám mondta, mindig anyukám, valahogy mindig anyukám hozta, meg olyan kisfiú lett mindig, de jóban voltak, nagyon szerették egymást, ez nem kérdés, tehát de hát azért ott az Ignótusztól kezdve a nem tudom én kicsodán keresztül repkedtek a nevek, amikor ott a Klári néni a díványon passziánszozva, cigarettázva a magyar irodalmat így tetemre hívta, és ez persze mind a Jancsi gyerekkora óta hallgatta ugye ezeket a dolgokat, hát szóval az neki így. És hát végül is végig ott volt ő, tehát ő nem költözött el, tehát volt egy ilyen, hát ez egy, ha van anya, akinek ereje van a fia felett, akkor az bizonyára a Klári néni az egy olyan anya volt. Tehát, hogy az nem volt egy egyszerű balhé, jó lehet, egy fantasztikus nő volt, de talán éppen azért, és akkor, tehát a Jancsi úgy ment el otthonról, hogy akkor el is költözött egy másik országba. Tehát Bécsbe kellett mennie ahhoz, hogy elhagyja a Batthyány utca 64-et. De úgy tudom, hogy akkor is nagyon zavarta például, hogy az anyukája mindig szendvicseket csomagolt neki, meg minden, amikor ment vissza Bécsbe. Tehát nem tudta feladni ezt a szülőpozíciót. És nem, de erről ez majd... az egyetlen hír. Hát meg az egyetlen, igen, egyetlen nem tudom, értelmeznek az életének talán. Igen, igen, nagyon, nagyon szerette a fiát, az nem kérdés. És nagyon, az összes nő, hát én ismertem ugye a Jancsinak a csajait is, vagy az élettársait is, meg minden, és azok mind nagyon-nagyon jóban voltak a Klári nénivel. Tehát az a mindenfajta szakításokon túl is még törődött a Klári néni velük, és a többi. Tehát nagyon rosszul hangzik tényleg, mert annyira sok hasonlóság van azzal, amit én akkor magam. Akkor téged fogunk most átvilágítani mindjárt. Viszont, most egyébként még egy ilyen fél óránk, vagy egy ilyen szűk fél óránk még van beszélgetni, szóval csak igazából kettő kérdést, illetve hát azt már valamennyire arról beszéltünk, hogy mit szólna ahhoz, hogy beszélgettünk róla, de meg akarom kérdezni, ezt a másik mit szólna. Szerintem ez a Jánosnak is való kérdés lesz, de engem ez tényleg nagyon izgat. Hogy mit szólna, és mindjárt egy versét is fogom felolvasni ehhez, hogy annak tükrében is gondolkozhatunk erről, hogy mit szólna ahhoz a Szerb János, amit ma úgy nevezünk, vagy úgy nevez a közbeszéd, hogy Orbán rendszer, és fel szeretném olvasni azt a versét, aminek működik, és talán igaza van annak. És talán igaza van annak, aki azt hiszi, ami velünk folyik, az tűrhetetlen, és talán igaza van annak, aki azt hiszi, ami velünk folyik, nem túl érdekes, és elég, ha néhány mestert ismerünk, akik ez ellen fellázadtak,
avagy éppen mellette, hogy nekünk erőt adjanak, hitet tettek. Hogy mit gondoltok erről, mert hogy ti mind a ketten azért jóval rendhagyobban gondolkoztok el, vagy hát más, nem egy ilyen vonalas állásponton vagytok, mint sokan az én környezetemben, és hogy milyen lett volna a szerb? Senki nem tudhatja, hogy milyen lett volna. Ugye több mint 30 éve hallottam ezt. Nem tudom, egyszer, amikor a DCM-et, a Dunai Cementművet építették, akkor az ifjúsági építőtáborban a kéthetes, egyik kéthetes turnus szünetében, vagyis a fél idejében nagy gyűlést tartott a parancsnok, és megdicsérte a dolgozó fiatalokat, hogy szépen teljesítettek, és a következő szavakra akadt. Ha táborunk névadója élne, láthatná, hogy nem halt meg hiába. Körülbelül ezt a vele mondani. Nem lehet következtetni a habitusából? Ha akarod, akkor csak egy tippem van, de ez egyáltalán nem biztos. Egyetértek a Jannival. Bizonyos, azt gondolom a habitusából, hogy mindenféleképpen a saját buborékjával szemben fordulna. Tehát, hogy provokálná valahogy a saját közvetlen, akikkel egyet kell érteni, vagy egyet kéne érteni, ott biztos, hogy egyfajta provokatív vagy, hát de úgy másképp volt ő provokatív, mert provokált, és utána erről, és utána bocsánatot kért a provokációért. Tehát provokált, és utána röhögött egy nagyot, vagy nem. Szóval ő nem volt ilyen értelemben, de hát igaziból mégiscsak valahol egy nehéz, mert mihez hasonlítjuk a Jancsit? Hogyha most ehhez a közeghez hasonlítjuk, ez a szubkultúrához, akkor azon belül ő tényleg egy gyermeki lelkű valahol, és gyermeki szívű, nagy szeretetekkel megáldott, vagy megvert pali volt, de hogyha a hivatalos, vagy a normalitáshoz hasonlítjuk őt, akkor ő kimondottan egy fekete báránya volt valamiféleképpen ennek annak a világnak. De aztán mégse volt igazán fekete báránya, mert ugye a Szerb Klári néni nagy becsben volt tartva, akárhogy is. Tehát ő azért az a társadalom, az nagy becsben, vagy az államiság, vagy mit tudom én, az ide, nagy becsben tartott, tehát a Szerb Antal özvegyét, tehát azért nem volt egy veszedelmes pozíció ott a Szerb Klári fiának lenni, hogy most egy kicsit, de ez egy olyan bonyolult világ volt, hogy most ezt ide áthozni. Ő nem politizált, Jani. Nem tudom. Ő nem politizált. Őnek ilyen ízlés problémája volt az egészen. Igen, lehet, igen. Igen. Egy dolgot még eszembe jutott, amit nagyon fontos, számunkra most kerültek elő az ő kamaszkori versei, ami nálad volt, Jan, és a Betty azt mondta, mert igazából közülünk ő az egyetlen, aki tényleg irodalmár, és alkotó, hogy tök jól össze lehet olvasni a felnőtt verseivel, hogy Betty erről mondaná pár szót, hogy ez mit jelent, vagy hogy mit látunk abból, hogy kamaszkorban is írt sokkal kamaszosabbakat, de... Én ebben nem mennék annyira bele, mert valójában nem foglalkoztam ezekkel a kamaszversekkel annyira, csak amikor átküldted, akkor ez mint ilyen első észrevételünk közös volt, és akkor ezzel mindenképpen jó lenne még majd foglalkozni. Ami nyilván volt egy ilyen előzetes elképzelésem, mielőtt megnyitottam ezt a beszkennelt fájlt, az alapján, amit a Szerb Jánostól olvashattam, ugye a 90-ben megjelent kötetében, én meg 90-ben születtem, de hogy ez a kötet is, én most, ahogy erre a mai beszélgetésre is készültünk, valahogy nem tudok megfeledkezni arról, hogy bármennyire is ezek Szerb János versei, de úgy, ahogy mi megismerjük, és úgy, ahogy mi meg tudjuk ismerni, még azzal együtt is, hogy ez a
készlet most bővült egy nagyon szoros és egy ilyen eredeti szöveganyaggal, mint ezek a 60-as években, ugye jól mondom, hogy a 60-as években írta ezeket a verseket, körülbelül 10 évvel korábban, vagy egy szűk 10 évvel korábban, mint azok a versek, amiket itt hallgattunk most egy néhányat, hogy van egy olyan távolság, amit akkor se tudunk leküzdeni, hogyha egyenként felolvasnánk most ezt a május 31-es verset, mert az a kötet, ez a Ha megszólalnék, ezt nem ő válogatta, a sorrendet nem ő alakította ki, és hogy úgy érzem, hogy az, amit mi szerbiános költészetnek veszünk, bármennyire is mondjuk nem tagadjuk el ennek a néha egyenletlenségét, amire a Petri György úgy utal az utószóban, hogy van az egy kis probléma, hogy ezek a viccek elsütése, azt párhuzamba állítja azzal, hogy a gesztusművészet ismételhető-e, és hogy azt hiszem, hogy ez a Szerb János verseire nagyon találó észrevétel, hogy valójában azért kiemelkednek itt bizonyos ilyen kulcs szövegek, amikben annyira összesűrűsödnek azok a kérdések, amiről a Klári is beszélt, meg mindenki emlegetett. És talán azzal összegezhető, amit valaki mondott, hogy Szerb Jánost némiképp idézve, hogy ez az ő magánügye. És hogyha ez a magánügyként tekintett irodalom és a magánügyként tekintett költészet hogyan kerül folyamatosan feszültségbe, akár a 70-es évek korszakkal, akár azzal, hogy ma hogyan tudunk, milyen lehetőségei vannak annak, hogy mi most olvassuk az ő verseit. És erre nekem az a válaszom, hogy ez egy előny is, ez a rejtőzködő életmű, az, hogy nem ő maga sikerült megakadályoznia, hogy művészként legendák képződjenek róla, amik megelőlegezik az ő szövegeit, és hogy azok a versei, amiből azért jó sok van, amik ugye nagyon érvényesen, meg elevenen szólalnak meg, azok nagyon sokféleképpen tudnak most a előírt 100 évből fennmaradt 55 évben valamilyen utat bejárni, és igen, majd ezeket a korábbi verseit is meg fogom nézni alaposabban. Ami ugye elsőre feltűnt, az, hogy a szerelmi téma, vagy a szerelmi múzsa, szerelmi költészetnek a motivumai körülforog, ami viszont így, javítsatok ki, hogyha rosszul emlékszem, de hogy a kötetéből meg teljesen kimarad, és azokból a kulcsversekből, amiket mondtunk, és amúgy nagyon örülök, hogy felolvastad az Este 3.49-nek a második részét, mert ez volt az a vers, amivel kezdtem, hogy ez a kettő a kedvencem a ma megidézett, és ez. És pont ehhez van, most megnéztem épp a közvetítésben a kommenteket, a Sarkadi Borka kérdezi, hogy engem érdekelne, írja, hogy Bettina mit akart mondani Márknak arra a felvetésére, hogy mit gondolunk arról a versről, amely arról szól, hogy ne kelljen költőnek lenni ahhoz, hogy költő legyen az ember. Hogy akkor ehhez volt valamilyen komment? Ez volt egy ilyen kérdésed? Te akartál ehhez mondani? Mert a Borkát érdekli, úgyhogy ha úgy érzed. És amúgy meg a nem tudom, miért tűnt el a Zsolt? Én most felhívom őt, addig... Jó. Szerintem, ami még érdekes, vagy ebbe szerintem érdemes belemenni, hogy ez egy magánügy, vagy magán szférában maradt ez az egész költészet. Nyilván, ha a Zsolt előkerül, akkor a magánszféra meg a nyilvánosság rétegződéséről még mondhat majd
történeti adatokat, de hogy nekem azért érdekes még a Szerb János, mert reflektál a saját gyávaságára ezzel az egészen, vagy kiszerűségére, tehát hiszen még konkrétan a gyávaság szó szerepel is valamelyik szövegben, és ettől ez hogy hát egy ilyen fiatal férfi, aki az anyukájának a lakásában bujkál, ilyen híres műfater árnyékában, ez zéróra hősies, és ez tudja is magáról, és ez magánügy, ez tulajdonképpen ezt teszi elviselhetővé az egészet, vagy kezelhetővé egyrészt, másrészt politikailag aktuálissá szerintem, hogy ez egy olyan fajta stratégia, ami a, nem tudom, férfi művészek körében nem olyan nagyon elterjedt, vagy nem annyira jól hagyományozható nyilván a dolognak az inherens cikisége miatt se, de közben meg valamilyen módon szimpatikus, vagy ha nem is szimpatikus, nem fenyegető, és így könnyen kezelhető. Van egyrészt a K. Horváth Zsoltot, most majd úgy próbálom meg bekapcsolni, hogy fölhívom, mert ledobta őt a net. A Hajmási Zsuzsának van egy kérdése, mert akkor legyünk interaktívak. Hogy de a Dorka kérdésére még nem válaszolt a Betty. Igen, ja. Tudjátok, a Hajmási Zsuzsa azt kérdezi, hogy mi lett Klári nénivel a János öngyilkossága után, és hogyan történt az öngyilkossága? Hogyha akartok erről mondani, akkor mondjatok. Betty, akkor neked még volt akkor mondandod, ugye? Én nem emlékszem erre a kérdésedre igazából, de nekem ez volt az a másik kedvenc versem, és akkor abból még két sort idéznék, amit te nem olvastál föl, és akkor ezt talán válasz is lehet, hogy... Nagyjából tudva, milyen könyvek vannak kikészítve az íróasztalon. Helybazd meg, de utálom az egészet. Jó lenne fingásaimat konzervben tartósítani, vagy verses kötetbe kiadni versek helyett. Hülye. Mindegy. Erre csak ezt tudom mondani esztétikailag. De tudjátok, van az a művészeti műtárt, tehát hogy ez végül is csak a piacon való beágyazottság kérdése, hogy ezt meg lehet-e csinálni. Eszembe jutott, hogy van egy olyan legenda a Szerb János öngyilkosságával kapcsolatban, hogy megtanulta a tibeti kultúrából, hogy hogyan állítsa meg a saját szívét, de azért valószínűleg bevet mellé némi gyógyszert is. Én nem tudok sokat az öngyilkosságáról, azt tudom, hogy azt tudom, hát ezt nem tudom, én nem voltam ott, csak mondták nekem, hogy a halottas könyv az fel volt, az ki volt nyitva, nem tudom, Jani, te mit tudsz, azt tudom, hogy lótuszülésben volt, eléggé gyógyszert szedett be, elégtek ezek a pálcikák, és el volt színeződve a bőre, és ennyi, én ezt tudom. Én sem tudok többé. Ezt tudom. Nem is De hogy költőnek lenni úgy, hogy az ember nem ír költészetet, ez szerintem ez egy nagyon pontos meglátása a Jancsinak. Semmiképpen se akarta magát, szerintem nem akarta magát, vagy az Eliotnak van ez a, hogy oda szögezni valamilyen meghatározással. Tehát az biztos, hogy meghatározni nem akart. Nem akarta, hogy meg legyen határozva valamiféleképpen ő. Most a K. Horváth Zsolt annyiba visszakerült a vonalba, hogy én most felhívtam és kihangosítottam őt, és az utolsó 5 percet az Zsolt nem hallottad, de az előtte levőkhöz, vagy bármihez azt szeretném kérdezni, hogy van-e, vagyis biztos van hozzáfűzni valót, tehát arra nagyon kíváncsi lennék. És most egy ellenőrző, hogy te hallottad, te hallod a többieket, és a többiek én hallanak. Abszolút, igen, én hallom jól, oké. Engem lehet hallani? Igen, ők is hallanak. Jó, szuper.
Jó, egy kicsit, szóval 2 vagy 3 ezelőtt volt ez a család, meg a zavar, és hogy valóban így van, és hogy szerintem nagyon sokáig valóban nem lehetett tudni egyébként, hogy ki az édesapja, ami igazából csak annyiban fontos, hogy ez egy Györpéter könyvben benne van, én is csak onnan tudom, hogy a Szerb-Antalné hagyatékában, már egyébként ez is fontos, hogy így használta hivatalosan a nevét, ami egyébként a fiára tett terheket szerintem elég jelentősen növelte, de hogy abban van egy levél, amit a Szerb János írt az édesanyjának, aki akkor Amerikában volt, ha jól tudom, amelyből kiderül, hogy ki volt az apja, és ez a levél, ez egy nagyon, nagyon durván számon kérő levél, hogy ki ez az ember, és hogy miért nem találkoztam vele az elmúlt 18 évben, hogyha jól emlékszem. És ez egy Désik Frigyes nevű meteorológus katonatiszt volt egyébként, akivel semmilyen kapcsolata nem volt, tehát tulajdonképpen a biológiai apja volt, viszont ugye a születése után a Szerb Antalnak az édesapja, Szerb Károly adoptálta, és így lett Szerb János. És hogy tehát ez önmagában rátesz egy terhet, tehát hogy nem tudja ki az apja, nincs vele semmilyen kapcsolata, utána találkoztak, ezt nem tudom őszintén szólva, de hogy valóban ott Szerb Antalnak a könyvtárába kellett felnőnie, mindazzal együtt, amit az édesanyjának a családja, tehát a Bálint Endre, mint a nagybátyja, a Bálint Pisti, a Bálint István, a Halászti, az unokatestvére volt, és akkor ott volt még tényleg a nagybátyján keresztül ez a törzs is. Szóval, hogy ez egy elég, valóban egy elég terhelt és egy elég nehéz helyzet, amelyből többféle zavar keletkezhet egyébként. Szóval ez az ilyen nem zsidó-zsidó probléma szerintem részben ebből is fakadhat, mert hogy ez egyébként az előtte levő generációnak is problémája volt már, és ez mindazzal tetézi, hogy mondom, ilyen 18 vagy 19 éves koráig ugye fogalma sem volt arról, hogy ki a biológiai apja. Viszont a nevében meg ott van, hogy Szerb, tehát hogy akkor a Szerb Antalhoz való viszonya pedig mégiscsak egy ilyen furcsa módon megjelenik, és amennyire én emlékszem, most nem néztem meg a Györe Balázsnak a regényét, de mintha abban Györe Balázs le is írná, hogy ezt az anyjának sokszor a szem, vagy felrótta, hogy neki miért kell ebben a nem kívánt örökségben, vagy nem is tudom, minek nevezzem, felnőnie, hogy ez egy teher rajta, ami nagyon zavarja. Szóval, hogy szerintem ez elég komplex ez a viszony, és ez a nem zsidó zsidóságban szerintem van igazából még egy csavar, tehát hogy valójában amennyire én tudom, vagy amennyire látszik, hogy a költészetében ez jóformán semmilyen formában nem jelenik meg, de az, hogy hát nem egyedül, de hogy mégiscsak elkezdi érdekelni a távol-keleti hagyomány, annak is egyébként a vallástörténeti része. Tehát, hogy van benne valami ilyen hagyománykeresés, vagy örökségkeresés, de ez nem a saját családjának, vagy a felmenőinek az örökségének a keresése, hanem ő a tibetológiát választja, tehát szándékosan, tulajdonképpen egy teljesen másik, egy olyan hagyományt választ, amihez neki nincsen közvetlen köze, és hogy aztán ebben mélyül el kutatóként, szóval szerintem ez egy elég jelentős dolog, és amit a Dzsántogány említett az előbb, én azt is osztom egyébként, hogy Bécsig kellett mennie ahhoz, hogy ebből a szülői házból kilépjen, szerintem ez egy elég fontos mozzanat, de mondom, én nem ismertem személyesen, tehát ez inkább csak így visszafelé látom bele. A másik pedig, amit még, hogyha mondhatok egy pár mondatot, hogy a Töredék című vers, amit a Klárinak küldtél, szóval, hogy nekem így végig az a tehát, hogy ugye úgy van a kötet, hogy ha megszólalnék, sajtó alá rendezte Petri György, utolszó Petri György. És nyilván ez itt pláne a 90-es évek legelején, így ad egy patinát ennek a kötetnek egyébként, tehát, hogy ki volt Petri György, és szerintem az ismertségének akkor tulajdonképpen így a legfelsőbb fokán jár, tehát hogy egy nagyon ismert, elismert költő rendezi sajtó, de hogyha elolvassuk az utolszót, azért ebben egy csomószor benne van az, hogy megkérdeztem tőle, most nem pontosan idézem az utolszót, de megkérdeztem tőle, hogy ír-e normális verseket. Ír-e normális verseket is, vagy csak ilyen mit is mondod, ha sem hiszem, pontosan ilyen redukciós verseket, vagy valami ilyesmi kifejezés használ. De szerintem azért érdekesek ezek, és ez szerintem szinte minden verse, vagy majdnem minden verse arról szól, hogy mi a vers, arról szól, hogy mi a költészet, arról szól, hogy meddig tágíthatók ennek a határai, vagy szerintem a költészetének az egyik legfontosabb tartalmi problémája, az egy formai probléma, ami arról szól, hogy mit nevezhetünk költészetnek.
És én nekem akár az arcpolitikát megnézed, ami egyáltalán nem tűnik versszerűnek, akár ezt a fent említett töredéket, akár a négy soroska. Tehát, hogy nagyon sok ilyen, hogy mondjam, olyan már-már az infantilitás határáig vitt, már a négy soroska kifejezetten infantilis, főleg az állata, de hogy folyamatosan forma problémákat feszeget, folyamatosan arról beszél, hogy meddig lehet még valami költészet, és mintha benne lenne tulajdonképpen az avantgárdnak azért az a fajta igénye, amely nem akar kitaposott úton haladni, nem akarja megtalálni magát a, hogy mondjam, az optimális kifejezési formát, hanem mintha a tiszta művészetnek folyamatosan fenntartaná azt az igényét, hogy állandóan mozgásban legyen, hogy állandóan egy új megszólalási módot, egy új formát találjon hozzá, és a többi, hogy bármi lehet, szóval a témája is bármi lehet, a verseny bármi lehet a témája, tehát ezek a címek, akár az 1975. május 31, akár az összes többi versenynek a címe, tehát mint hogy egy pillanatot próbálna, egy nagyon banális, múló pillanatot próbálna így megragadni. Én szerintem ez talán fontos lehet, hogyha majd ezt valaki kicsit beadóban akarja ezt a költészetet megragadni, vagy elemezni, vagy értelmezni. Enneknek a banalitásoknak a formai problémán keresztül való megörökítése szerintem egy elég fontos hozzanat így a Szerb János költészetében. Nagyon kösz, nagyon érdekes volt, és azt szeretném mindenkitől kérdezni, hogy ha van még valamilyen hozzászólni valója, akkor ezt nagyon röviden, mert igazából jó lenne 5 percen belül abba hagyni, ezt beszéltük meg a technikussal, de hogy igazából mindenkitől nagyon jó lenne hallani azt, amit még hozzá szeretne tenni. Haza akart jönni. Az is tulajdonképpen ő mindig hazavágyott, csak az nem volt világos, hogy ez volt. Bocsánat, mi nem volt világos? Mert egyébként kicsit rosszul hallani most téged. Ő mindig hazavágyott, csak az nem volt világos, hogy hol van az a haza. De egyébként vissza akart jönni Budapestre? Nekem mondta, igen, mondta, hogy próbálják neki munkát szerezni. Persze azt mondtam, hogy igen, de fogalmam nem volt, hogy ezt hogy fogom elérni. De hát mire, szóval élve már nem jött haza. Többiek? Engem igaziból csak az nem fog 5 percre beleférni, engem igaz az érdekel, hogy amit most elmondtunk a Janival róla, kvázi ilyen kortanúként, az mennyiben járul hozzá ahhoz, hogy mondjuk a Bettina vagy a Klári, hogy értelmezi a Jánost. Ez csak kíváncsi vagyok, nem kell válaszolni rá, csak ez most hirtelen kíváncsivá tett, mert túl hosszú lenne a válasz, gondolom. Vagy akár a Zsoltnak valamit ez hozott-e. Hoz-e valamit az, hogyha közelebb kerül a... Hoz-e valamit, vagy torzít-e valamit azon a szövegen, hogyha most tudjátok a keletkezési körülményeket. Mert ezt most élőben, in vivo meg lehet ugye nézni, hogy előtte ez számos dolgot nem tudtatok, most meg számos dolgot tudtok. Ez mennyiben módosítja, vagy nem mód, vagy ad hozzá. Ez érdekes, mint egy ilyen laboratóriumi helyzet. Nem mondott ellent az eddigi elképzeléseimnek, amiket mondtatok, de az ilyen személyes infók, azok ilyen jófajta megerősítései annak, amit amúgy is így úgy tudok, hogy nincsenek ilyen tények hozzá, hanem ilyen mintázatok, amiket ismerek ebből a korszakból, ilyen családi, meg a szüleimnek a történetei, meg ilyesmik alapján, és ezek az ilyen konkrét esetek, amikről ti meséltek, ezek jó visszaigazolások arra, hogy reális képen, meg benyomásaim vannak erről az egészről. Meg szerintem az is fontos, hogy ti, mint élő és jelenlévő emberek, így emlékeztetitek az embert arra, hogy akkor is egy ilyen szociális dinamika határozta meg az alkotást is, meg a befogadást is, meg most is, tehát, hogy Magyarország nem nőtt meg azóta, meg a társadalmi viszonyok
nem szűntek meg azóta, tehát hogy az, hogy mekkora nyilvánossága van vagy nincs egy neoavantgárd szerzőnek, az abszolút a személyes viszonyok által meghatározott dolog. Ezen múlik az egész, hogy ki kinek az anyukája, ki kivel van egy Zoom beszélgetésben egyszer véletlenül benne, kinek a könyves polcának a szélét láttam meg itt a kis ablakban, hogy ezeknek ilyen valamilyen fajta előre ki nem található hosszú távú hatásai vannak az életre most is. Igen, tényleg, én is úgy érzem, hogy ennek az ijesztőségéről, vagy hát lehet, hogy más attribútuma is van, ennek nem csak ijesztőség, ír a szerb János, és szerintem is az nagyon érdekes volt ebben, amit az elején mondtatok, csak nem emlékszem pontosan, hogy mit, de hogy ő halotti meg élők vagytok, de hogy azon gondolkoztam ma, amikor készültem erre, hogy kb. Ez olyan, mint amikor, és nyilván ez mindig volt, valaki 30 vagy 50 évvel előbb meghal, mint a kortársai, akkor a kortársai még 50 évig nyomon követhetik azt, hogy hogyan lesz az élőből emlék és múlt, és ez nyilván így volt a 19. században is, például mondjuk a Petőfivel, meg csomószor, de hogy ez nagyon egy ilyen furcsa és érdekes jelenség. Most az az igazság, hogy le kell zárnom, de még az, hogy Zsolt vagy Betty, ha van bármi, de akkor tegy egy percbe, és aztán be kell fejeznünk. Mond. Nekem sem mondott ellent, igazából kiegészítette azt, amit eddig is nagyjából ezeket tudtam meg, illetve továbbra is így számomra nem Szerb János személyem és élete az, ami nagyon érdekes, hanem ezek a szövegek, illetve amiben tud hatni ez az egész kontextus, az az, amiről már azt hiszem, hogy beszéltem, de lehet, hogy nem volt eléggé egyenes, hogy az a mód, ahogyan Szerb János és a költészete megtapasztalható ma, az szerintem nem is, akárhogy is fog ez alakulni, vagy kiegészülni további ilyen beszélgetésekkel, vagy valamilyen más formában, hogy ez nem csak a Szerb Jánost, és nem csak a Szerb János költészetét érinti, hanem azt az egész kontextust, amiből jön, és amiben jelenleg tárgyaljuk a neoavangárdot, tehát hogy azok a rárakódások az egyes életművekre, amik a Szerb Jánosnál nem álltak elő, azok jobban láthatóak azáltal, ahogy Szerb Jánost olvassuk, és én nagyon örülök, hogy ezt a verset választotta, nem tudom, Pály, már te voltál, vagy ki volt, akinek az ötlete volt, azt igazából lehet, hogy én felejtettem el, de hogy én ennek nagyon örülök, hogy pont ez a vers került előtérbe. A május 31? Igen. Hát ehhez lehetett egy apropót. Ja, tényleg, igen, mert május 31-e van. Azt hiszem, tavaly jutott eszembe, hogy mennyire érdekes lenne, persze nem ilyen karanténos kiadásra gondoltam, azt, hogy egy ilyen felolvasó szeánsz aznap, mert hogy ő ismeri névről az olvasóit, meg 100 év múlva is. És Zsolt, neked van még egy utolsó szavad? Hát most kimaradtam 4-5 percből, de nagyjából én mondjuk ilyen megrögzött, ilyen kontextuális értelmező vagyok, szóval, hogy engem mondjuk a versei pont ugyanannyira érdekelnek, mint amennyire ez az egész kultúra, tehát amihez hozzátartozott, illetve amihez a szülei, meg a nagybátyja, meg és a többi, és a többi, amiről beszéltem. Szóval nekem a kettő valahogyan együtt van, és nekem azért segít megérteni egyébként ezeket a verseket, amelyek azok nem olyan egyszerű, vagy szóval nem adják magukat nagyon könnyen, pláne azért, hogy a hagyományos vers befogadási stratégiáink ugye elég gyorsan felmondják a szolgálatukat, ha mondjuk egy-egy ilyen vadabb versét kiválasztjuk, már a vadabb alatt azt értem, hogy mondjuk a 4 soroska, amivel ugye semmi vad nincsen, viszont nem lehet nagyon egyszerűen befogadni, hogy valami, amiről van szó. Szóval nekem így a kettő eléggé összefügg. Nem szeretem szétválasztani legfeljebb alkalmilag. Nagyon köszön,
Nem, hogy részt vettetek ebben. Egy pillanat, valamit írt a Schönberger Ádám, hogy mit szeretne. Most nem tudom, hogy azt akarja az Ádám, hogy most ezt előbb kellett volna elolvasnom, úgyhogy most el leszek, mint amilyen ő lenne egy ilyen helyzetben, hogy nem olvasom el bármit is akart, hanem majd utána. Szóval nagyon köszönöm nektek, hogy részt vettetek ebben az emlékezésben és beszélgetésben, amit nyilván akármilyen kötetlen módon lehet folytatni attól, hogy most virtuális térben vagyunk, és ezért nem lehet közvetlenül a helyszínen folytatni, de attól még lehet folytatni az életbe akármilyen szálakon. Például van egy ilyen ötlet, hogy a Kőbányai János mondta, hogy ő nagyon szívesen a szervről a múlt és jövőbe valamit közölne, és akkor azt találtuk ki, hogyha Zsán hozzájárulsz, akkor a Betty írna a kamaszkori verseiről, és akkor azokból néhányat közölne a múlt és jövő. Palotai Kláritól meg kell kérdeznem, mert ő adta nekem annak idején ezeket a verseket. Jó, de hogy, tehát, hogy lenne egy ilyen komoly, a Bettynek egy ilyen komoly szakmai, illetve a Betty mindenképpen ír, vagy hát, hogyha akar, akkor mindenképpen ír erről, csak szerintem nagyon jó lenne még a verseket is közölni mellé, mert azt a közönség eddig nem láthatta, és azt is köszönöm, akik követték a beszélgetést, illetve akik majd ezután fogják, mert a Facebookon bármeddig elérhető marad, és holnap este 8-kor meg, ha sikerül ebből vágni, mármint, hogy bőven elég jó az anyag, csak ugye nehéz mindig megvágni, hogy fele ennyi legyen, de hogy akkor a Klubrádióban este 8-kor lesz holnap. Úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm, és akkor a Schönberger Ádám, illetve a Marom Egyesület és a Zsidó Kultúra 2028 projekt nevében is köszönjük az érdeklődést, és sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!